A Dunajvárosi vízilabdázók szakmai stábja egy új taggal bővült, innentől kezdve ugyanis Vajda Attila olimpiai bajnokkenusunk lesz a szárazföldi munka vezetője, és a 2019-2020-as női országos első osztályú bajnokság hátralevő részében a felnőtt csapat erőléti edzője. Mint azt Mihók Attila, a csapat vezetőedzője elmondta, a közös munka ötlete akkor merült fel, amikor az uszoda felújítása miatt máshol kellett edzéseket tartaniuk, illetve az alapozó felkészülési munkába beillesztették az evezést. A balatoni nyári felkészülést, alapozást az úszás mellett kiegészítettük kajakozással. Ennek folytatásaként a csónakházba áttelepítettük a mi lufijainkat, és napi szinten folytattuk a munkát. Így óhatatlanul is kapcsolatba kerültünk szerencsére a helyi kajakosok kiváló szakmai stábjával, többek között Attilával is. Beszélgettünk többször is a szakmáról, a két klubnak a működéséről, a saját elképzeléseinkről, és tulajdonképpen ebből adódóan vetődött fel az ötlet, hogy Attila felkészültségénél fogva biztos, hogy nagyon-nagyon eredményesen tudna együtt dolgozni a csapattal. Vajda Attila, aki jelenleg a Dunafel Sport Egyesület kajakkenu szakosztályának szakmai stábjában is dolgozik, elmondta, örömmel fogadta a felkérést. Bár különböző sportágakról van szó, mindkettőnél különösen fontos a jó fizikai erőllét. Azt gondolom, hogy nem fogunk különösebben más dolgokat elvégezni, ami szimplán szükséges ahhoz, hogy ezek a mozdulatok, amelyeket egyébként mi kenuzásban is végrehajtunk, tehát a törzs feszessége, a lábak szerepe itt talán még inkább megjelennek, és nyilván a kar, a mellizom, a hátizom, ezek mind-mind a dobásokhoz, elkapásokhoz, különböző egyéb olyan tevékenységekhez, amelyeket mondjuk, hogy legális, vagy kevésbé legális, vagy látható, vagy kevésbé látható dolgokon, vagy formátumokon megjelennek. Nekem az a feladatom, hogy a lányokkal közös nevezőre jussak, és őket a lehető legjobb szinten felkészítsem arra, hogy bármilyen eshetőség is történjen a medencébe, vagy mellette, ők erre fel legyenek készítve. A sajtótájékoztató második felében az elmúlt és a még előttük álló mérkőzésekről is szó esett. Mihók Attila elmondta, nem sok idő maradt a közös felkészülésre, ugyanis a válogatott játékosok múlt csütörtökön tudtak csatlakozni a csapathoz, és szombaton már mérkőzésük is volt Szegeden. A mostani hétvégén pedig az Euróliga következő fordulójában kell bizonyítaniuk, amikor is a legjobb 8 közé jutását ért. Ebbe az idénybe sem tudunk itt olyan borzasztó nagy feneket keríteni ezeknek a dolgoknak. Most éppen a Mataróval játszunk, de másfél hete a Fradival kellett, és itt hasonló erősségű csapatokról beszélünk, előtte a BVSC-vel, előtte a Kirisivel. Törekszünk arra, hogy a saját játékunkat erőltessük az ellenfélre, miközben azért ott olyan kaliberű játékosokról beszélünk, mint mondjuk az Espar, akit mindenféleképpen semlegesítenünk kell ahhoz, hogy legyen esélyünk a győzelemre. Garda Krisztina csapatkapitány hangsúlyozta, az Euróligában mindenképpen a továbbjutás a céljuk. Ugye az olimpiákhoz tűnik a legerősebbnek, vagy a legkiemelkedőbbnek ebbe a csoportba, de természetesen még csak a Mataró meccsel foglalkozunk, úgyhogy meccsről meccsre próbálunk majd felkészülni, és természetesen a legjobb eredményt szeretnénk elérni, azaz továbbjutni. A dunajvárosi pólósok, az Olympiakos, a Mediterrán és a Mataró csapatával kerültek egy csoportba. A mérkőzéseket november 29 és december 1-e között játsszák Görögországban.